Feszültségmentesen fogunk haladni, biztos vagyok benne. Aki segítségre szorul majd, az szól a mellette lévőnek, hogy segítsen. Nem tudom, Feri, hogy azóta megcsinálták a leszakadt részeket, hol vagy, nem tudom, mindegy. De a lényeg az, hogy jó tempóban fogunk tudni haladni, de változatlanul mindenkitől azt kérem, hogy tiszta lélekkel és szeretettel kövessék egymást, és amikor beérkezünk a szakrális térbe, a hegy kapujánál, ugyanúgy, mint régen meg fogunk állni, áldást fogunk kérni, és engedélyt a helység szellemétől, és az itt tisztet töltő tündérektől, fák szellemétől, és a helység minden lakójától. Azért, hogy áldott energiákban és biztonsággal tudjuk a túránkat megcsinálni. Gyönyörű a mai nap, Árpád napnak nagyon nagy jelentősége van, erről fönt fogtok hallani az előadóktól. Kívánom és kérem a mindenható Isten, hogy mindannyian örömben, szeretetben, boldogságban és bőségben éljünk a mai naptól fogva. Úgyhogy áldás nektek, áldás, áldás, áldás mindenkinek, és elindulunk szép lassan fölfele. Azt kérem, hogy majd a természettáblánál, a kapunál még álljunk meg egy picit, amikor elcsendesedünk, megkérjük a beléptetést. Vannak dobosok is, egyről Ildikóról tudok, nem tudom, van-e még másnak, akinek van ott, lehet egy kicsit dobolni, meg majd fönt a nyerekben. Adta az Isten, hogy együtt vagyunk, legyen örömünk a mai napon. Áldás mindenkinek! Viszont legyen! Nem tudtam. Thank you.
Kinyomja. Vigyázz, mama! Te is vigyázz, papa, segítsd! Menjen előre! Jaj! Ott a hal a folyón, futnak le a ügyben. Ott van az anyám, magyaroknak könnyen. Jó, rendben van. Akkor azért állok ide, hogy ha lehet, lássalak is meg benneteket, meg halljátok is, amit mondok. Tehát nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és el szeretném nektek mondani atyánk üzenetét, amit január 1-én kaptam meg, és január végén elindítottak a nemzet összekoborzására. Mi, akik Árpád nemzetségének hiszük, valljuk magunkat a nimródi vérrokonságunk és eredetünk alapján tudjuk, hogy nem véletlenül születtünk le a mostban a Kárpát-medencében, és közöttünk azt jelenthetem teljes örömmel, hogy az egész vezérkar leszületett, és a mindenható Isten szent családjából egyenes ágon közöttünk inkarnálódtak az teljes istenségünknek a vérvonala. Ez azt jelenti, hogy számtalan Isten gyermeki minőség és isteni minőség rejtőzködött és rejtőzködik testben, várva a mindenható Istennek a jelét, hogy el is meginduljunk. Elmondtam többször, hogy ez nem politikai, nem gazdasági és nem olyan szerveződés, ami a hagyományos értelemben jelenleg társadalmat alkot. A magyarság indulása, ébredése egy teljes forradalmat fog okozni a világon mindenhol, és ennek a jelét megkaptam januárban, és most már jelenthetem nektek, hogy az egész világ minden pontjáról bejelentkeztek csoportok, hogy pontosan tudják, miről beszélek, és készen vannak a szolgálatot ők is továbbra is végezni, illetve összekapcsolódni az anyaországgal. Mindig hittem, tudtam és mondtam, hogy nem véletlen a szétszóródásunk, és hogy a Szent Háromság egy Istenért, nagy boldogasszonyért hatalmas karmikus sorsutat járt be és jár a magyarság, önként, ám lehet, hogy nem dalolva, vállunkra vettük a kettes és a hármas keresztet, és cipeltük dombokról dombokra, korszakról korszakra. Ennek a korszaknak most az a jele, amit nekünk tudnunk kell, hogy az isteni síkok megnyilvánulásában és megnyilvánulásával tudatra ébred a magyar mag lélek. A magyar mag lélek pedig nem más, mint a nagy boldogasszony hitében élő
évezredek alatt önmagát reprodukáló, vagyis megismétlő nemzeti egység, tudat és képesség. A mi lelkünk a fény útján halad, és dolgozott és dolgozik minden nap, napról napra, kőkemény munkával, hatalmas testvéri szeretettel. Az idei húsvét nem hagyományos húsvét lesz, mint ami eddig volt. 2011. november 11-én lezárult a Földnek annak a nagy történelmi korszakának az időzónája, amit mi vaskorszaknak mondunk, több szakrális tudományos indítványozásra, és most ez az év a kettős állapot közötti tér időrendszer, vagyis az aranykorba évvégén fogunk belépni, de az nem azt jelenti, mint a szkíták idejében, hogy elkezd az arany a fejünkre hullani, mert volt ilyen korszakunk, ám energetikailag igen. Ez azt jelenti, hogy ez az évünk van arra, hogy nemzeti egységet alkossunk, fölébresszük magunkat, a magokat, és az egész országban, a Kárpát-hazában és szerte a világban összekapcsolódjunk szellem, lélek, test, tudat szinten. Tehát ez a program indult el, és erre jelöltek be nagyon sokan, és ez az, ami most már láthatóan ébred, éled és értik, amit mondok. Többen kérdezték, hol rejtőzködtem eddig. Hát kérem, én nem rejtőzködtem, bár lehet mondani, hogy rejtőzködtem, mert ezt a túrát is 5 éve vezetjük a Ferivel, és én 97 óta Jézusház néven működöm, amióta 95-ben, 96-ban nagyon nagy jelenéseim voltak. Akkor azt mondta nekem Úr Jézus és a nagyboldogasszony, hogy hagyjak mindent abba, kezdjem el a sorsomban azt a munkát, amire vállalkoztam és születtem, nagyon megijedtem. Azt sem tudtam, kik és mit beszélnek. Hála Istennek nem is tudtam, mi vár rám, mert nem biztos, hogy itt állok. De mivel mindenki látom ugyanezt a nehéz sorsot és utat járta be, hálás vagyok ezért, és büszke vagyok, hogy végigcsináltam és végigcsinálhatom veletek ezt a sokszor nyomorúságosnak érezhető világ sorsot, amiben ugye minket a lehető legjobban nyom a bank és egyéb drasztikus intézkedések sorozata. De az a jó hírem, hogy ez a húsvét meghozza számunkra a valós feltámadást, és mindazok számára, akik akarják is. Ez nem azt jelenti, hogy én vagy egy másik fogja valaki helyett elvégezni a dolgát, vagy a megvilágosodását és a megtisztulását, hanem azt jelenti, hogy mindenkinek önmagában hatalmas tudatlépést kell végrehajtania, és befele menetel útján és kifele menet útján megtalálni a önvalóját. Mert ha mindenki önvalójában egységbe rendeződik és helyére jön, és elenged egy pillanat alatt az anyagot és a félelmet, onnantól kezdve az isteni, krisztusi én tudata elkezdi emelni, és bizony ez az emelkedett állapot végig fog hullámozni egész Magyarországon, Kárpát-hazában és az egész Földön. Amikor nekem 3 évvel ezelőtt Felvidékről egy spirituális jós azt mondta, hogy 2010-11-ben olyan munkákat fogok végezni, ami meghatározó lesz a nemzet sorsát illetően, nem is értettem, mit mondott. De ami lényeg a Földről, mikor kérdeztem, azt mondta, hogy lesz egy ország. Nem tudta, hogy én tudom, hogy miről beszél, mert magyar származású ugyan, de inkább szlovák nyelvon élt. Szóval lesz egy ország. Minden ország azt fogja mondani, hogy ezek nem normálisak, ezek hülyék. Hát kérem szépen, más se hallunk most 1,5 év, hogy ezek hülyék és nem normálisak. Mert ne felejtsétek el, hogy bárki a politika terén, vagy bármilyen szektorokban vannak, ott is ébred a lélek, és ott is isteni irányítás folyik. Mert hogyha nem azt tennék, amit tennének, a magyar lélek nem ébredne. Ugyanis ahhoz, hogy mi fényben járók legyünk, és fényben tartsuk magunkat, és haladjunk az úton, akadályok kellenek. Most Árpád apához nem tudnánk fölmenni, ha nem lennének lankák és kuckák. A stációt mindig meg kell járnunk, és az odavezető út nehéznek bizonyul, de ha megtesszük, meglátjátok, hogy megemelkedett lélekkel megyünk haza. Tehát ezt a fölvezető utat Gyurcsány is építette, Istennek hála úgy, ahogy aztán majd az ő sors, ahogy számon kéri, és az Orbán is épít. Mert régóta mondom, Magyarország vezető politikai, gazdasági szerepet fog betölteni hamarosan egész Európában. Újra minket fognak követni. Ne legyetek hitetlenek. Higgyetek, bízatok és tudjátok meg, hogy a magyarok nagyasszonya, a nagyboldogasszony koronával a fején nem csak azóta irányítja, oltalmazza és védi a nemzetet, amióta Szent István visszaajánlotta, hanem mindig is itt voltak és vannak velük rejteki módon. A barlangnál lesz arról szó, Feri fogja mondani a beavatásoknak a menetét.
Bizony ez nálunk így történik. Ha föl tudunk emelkedni egy magas szintre és elkezdtük, képesek vagyunk úgy átmenni a másik világ, hogy a testünket magunkkal visszük. Erről beszélek, megindult. A Krisztussá válás, a mag születése elindult bennünk. Ennek mindenféle testi tünete van, a feszültség, az idegesség, a hőhullám, a rosszul lét, a hányinger, a szédülés, más állapotba kerültünk. Higgyétek el és bízzatok ebben. Ugyanis a jóslő elmondása szerint lesz egy ország, és azt fogják mondani, hogy ezek nem normálisak, de fog valami nagyon nagy dolog történni a világban, és mindenki ezeket fogja követni. No, erre indult meg januári energia. Tehát, akit érdekelnek ezek a témák bővebben, a Hun TV-ben indultam el a János invitálására január közepén, amikor még visszahúzódni akartam, és mondtam, János, én nem megyek, engem senki nem ért, 10 évre lehülyéznek, én köszönöm, jól vagyok, nem akarom hallgatni ezeket. Szóval, ó, Magdikám, de ebből egy kicsit adjál magadból. Hát mondom, én most nem. Hazamentem másnap, 3 telefont kaptam, és a csatorna megnyit, és azt mondták, hogy azonnal el kell induljak, mert egész Kárpát-medence téridő rendszere átrendezés alá került, és beáll a hideg, amikor a teljes fényflotta leszáll. Nem véletlen a Ferihegy tönkretétele, nem véletlen ez a nagyon kemény hideg a langyos tél után. Jelezte a Földi Föderáció, hogy az összes legnagyobb hajók és a kis lélekhajók elfoglalták a helyüket egy más téridő rendszerben a Kárpát-medencében. És ahhoz, hogy mi fölébredjünk, itt kell legyenek, mert teljes védelmet kell biztosítani, ugyanis mindenki tudja, aki Pilis-mutató vagy a Tobokókő és a Holdvilágárok térségét figyeli, hogy ezeket a rendszereinket több ezer éve már urán töltetekkel szétlőtték, hogy ne tudjuk tartani a mindenható Istennek a szeretett tengelyét. Ez most megszűnik. Fölöttünk képzeljétek el, hogy emeletek vannak, és ezeken az emeleteken és lefele földszint a föld alatt olyan lények laknak itt, akiket most még nem láttok, de ha a szívetek, lelketek egyesülni fog a felső vénnel, akkor fogjátok látni. Tehát az én kérésem és az én üzenetem mindenkihez, hogy még azt is higgyétek el, amit most el se tudtok képzelni, mert az Istennek akkora hatalma van, és általuk olyat tud tenni és cselekedni, amit ti ne legyetek hitetlenek, és ne legyenek kétségeitek, meg tudjuk és meg fogjuk csinálni. Innen nem világosság, körülrolló, törülrolló fény madár, Isten lelkemmel magas vezár, körülrolló, törülrolló fény madár, hájában Isten esere világosság, ezt a szétdarabolást, mert részt vett az első világháborúban. Mi erre a bizonyíték? Rögtön mondom,
az első világháborús Ausztria robbantotta ki magyar tiltakozás ellenére. Kapott a magyar területekből? Kapott, kérem. Nem is tudom, fájdalom díjként, jutalomként vagy miért, kapott a magyar területekből. Az, aki kirobbantotta az első világháborút. Szó sem volt itt ilyenekről, ezt különböző páholyokban döntötték el már jóval előtte, és ez attól a pillanattól fogva így van, hogy a magyarságot innen ki akarják írtani, hogy ott a Árpád fejedelem a pozsonyi csatában megverte az egyesített európai seregeket. Ez a lényege a dolognak. Magyar történelem legjobban eltitkolt eseményéről van szó, és a legdicsőségesebb csatájáról. Árpád fejedelem a 40 ezer főivel a 110 ezer fős egyesített nyugati seregeket verte úgy tönkre, hogy ezután 110-124 évig idegen a lábát be nem merte tenni. Ez alapozta meg az itt létünket, és nem más. Itt mindenki 1000 éves Magyarországról, meg Szent Ismániról beszél. Kérem, ha Árpád fejedelem akkor veszít, akkor itt nincs Szent István, Szent László, nincsenek szentjeink, mi se létezünk, innen kiirtottak volna minket. Valakik laktak volna itt, de azok nem mi lettünk volna. Így kell gondolnunk a pozsonyi csatára. Magyarország legdicsőségesebb csatája. 40 ezer fővel verte meg az egyesített, itt egy komplett NATO sereget vert volna meg Árpád fejedelem. Óriásinak számított ez a számapa az időben, tehát összefügg ezzel a helyen is, ahol itt vagyunk. Mert ebbe a csatába vesztette életét Árpád mindhárom fia jutas, Tarhos és Üllő, ő is itt sebesült meg, majd visszahozták őt Cikamriába, Attila városába, és eltemetik őt annak a kis patlattak forrása felett, mert Kőmederbe folyik le Attila városába. Kérem tisztelettel, a Kőmederbe jöttünk föl, Attila városa ezen a környéken volt, megnézünk 8 darab térképet, 1500-as évektől 1600-1700 különböző nemzetiségű térképkészítők van közöttük, holland, olasz, német, osztrák, közvetlen, mint Szentendre alatt ábrázolják Szikabriát déli felé. Szentendre alatt azt a települést úgy hívják, hogy Komács. Kassényi Sándor a legnagyobb Filis kutató, akinek térképe volt erre a erő, így indult el kutatni a Filisbe, és így találta meg azokat a romemlékeket, amelyek Filisztus hárunkodnak arról, Ricső útunkról, hogy itt tekünk Szikabria ezen a környéken végig. És oda folyik alá az a kis patak, Attila városába, amely mögölé a fejedelmet eltemetik. Kassényi Sándor neve, azt hiszem, hát aki Filissel kicsit is foglalkozott, az nem kikerülendő, de a legnagyobb Filis kutatóról van szó. Önfeláldozó munkával 36 éven keresztül kutatta a Filis. 1900-ban született, 1958-ban halt meg. Így természetesen személy szerint én nem ismerhettem, viszont sokan embert ismertem, akik segítettek neki, együtt kutattak vele Árpádot, stb. Ez itt az ő érdeme, Kassényi Sándor érdeme. Ez a hely, ahol most vagyunk. És én azt mondom, ha ez a világ legfontosabb helye, akkor higgyétek el nekem. És rögtön el fogom mondani. 1920-as évek elején Kassényi Sándor filisi barangolásai közben furcsa dologra lett figyelmes. A van tetején óriási kövek egymásra pakolva. Ki, mikor, miért, mi célból hordhatták ezeket a több tonnás köveket egymásra? Illesztéssel. Ilyenkor természetesen az embernek piramisok jutnak eszébe. Piramisok, ugye? Ott is ki, mikor, miért, mi célból hordhatták a több tonnás köveket egymásra, ahogy olyan illesztéssel, mintha lézerre lennének elvágva, kötőanyag nélkül is tudták ezeket. Világ csodái közé tartozik. Ez szintén miért, mi célból. Ez nagyon érdekelt a Sassegyi, ezért elkezdett ásni, itt fel végig föld és kőomladék takarta egészen ide le ezt a rész, a Csikapart tetejét. Mikor is ás tovább lefelé, fölbukkan ez a két hatalmas Csikapart, ez eddig ugye észre a föld és kőomladék takart. Látom, nagyon fogja annyi.